Tanácsok fogyni vágyóknak 14. rész. Az előző 13 részben már nagyon sok javaslatot adtam a tartós fogyás és egészségjavítás érdekében. Ebben a 14. részben most egy kicsit más jellegű témáról lesz szó. Ez a téma nagyon-nagyon fontos, és főleg nőknek kifejezetten ajánlom. Ma a testkép és az önértékelés témájáról szeretnék beszélni. A kiindulási alap a test alkat. A test alkatodat a szüleitől örökölted. Ez egy genetikai adottság, örökletes. Az, hogy milyen a test alkatod, az egy nem megváltoztatható tulajdonság. A test alkatodat tehát nem tudod megváltoztatni. A fogyókúraipar ezt nem szokta hangoztatni, de én semmilyen terméket nem akarok neked eladni, úgyhogy lehetek hozzád őszinte. A test alkatodat nem tudod megváltoztatni. A fogyókúrás reklámokban persze azt látod, hogy te is elérheted álmaid alakját. Csak vedd meg a terméket, és könnyen gyorsan lefogysz. Igen, a fogyókúraipar azt reklámozza, hogy te elérheted álmaid alakját, és ezáltal lehetsz sikeres, lehetsz boldog, lehetsz vonzó, végre összejöhet a párkapcsolat, boldog házasság. A fogyókúraipar szeretné elhitetni veled, hogy mindezekhez csak arra van szükség, hogy lefogy. A fogyás kulcs a boldogsághoz. Ez azonban nem teljesen így van. Azt gondolom, hogy főleg nekünk nőknek nehéz a dolgunk, hiszen olyan mércét állít nekünk a média, amit bizony a többségünk soha nem fog tudni elérni. A mai szuper vékony szépségideál a nők többsége számára elérhetetlen. Nem azt akarom mondani, hogy nincs értelme a fogyásnak, hogyha elhízott vagy, de hogy nem, az egészséged érdekében már érdemes megtenned. Nem azt mondom, hogy ne lehetne fogyni, hiszen az előző 13 részben is arról beszéltem, hogy hogyan tudsz fogyni. Nem azt akarom mondani, hogy felejtsd el az egészet. Én csak azt szeretném, hogy ne legyenek irreális elvárásaid. Mert ha úgy indulsz neki, hogy elhiszed a fogyókúraiparnak ezt a hazugságát, vagy ezeket a hazugságait, akkor már a kezdetek kezdetén kudarcra vagy ítélve, hiszen hogyha neked egy teltebb, molettebb alkatod van, akkor soha nem lesz belőled szupervékony bikini modell. És én nem szeretném, ha irreális elvárásaid lennének. És amit végképp nem szeretnék, az az, hogy elhidd azt a hazugságot, hogy te csak akkor lehetsz sikeres, te csak akkor lehetsz boldog, akkor lehetsz vonzó nő, ha vékony vagy. Ezért szeretnék ma erről beszélni, mert az önértékelésednek nem kellene, hogy a testsúlyodtól függjön. Hadd mutassak egy filmrészletet. Valami ajándékot keresel? Igazából magamat levném meg. Sajnos a méretválaszték elég szűkös itt a boltban, de online talán lesz a neked való méret. Értem. A film főszereplője egy teltebb nő, nem pont úgy néz ki, mint a 21. századi szépségideál, és nincs is túl nagy önértékelése, nagyon alacsony az önértékelése ennek a nőnek, és ennek megfelelően is gondolkodik a világról, ennek megfelelően is viselkedik. Legyünk őszinték egy pillanatra. Mindegy, hányszor halljuk azt, hogy igazán a belső szépség számít. A nők a lelkük mélyén tudják, hogy az egész világ kizárólag a külsőből ítél. Fenn voltam az összes ilyen oldalon, a kutyát sem érdekli az életrajz, csak a képet nézik. Tele a hócipőm ezzel! Mindig is kíváncsi voltam, hogy milyen lehet ellenállhatatlanul csinosnak lenni. Aztán történik vele egy baleset. Hé, jól vagy? Elég durván beütötted a fejed. És ezután teljesen megváltozik az élete. Ez itt... én vagyok? Tuti? Húristen, látod ezt? Igen. Végre? Dögös vagyok! A fejsérülése miatt azt fogja gondolni magáról, hogy ő egy bombázó. Megváltozik a testképe, és megváltozik az önértékelése is. A kettő között nagyon szoros a kapcsolat. A főszereplő René azt fogja gondolni, hogy ő egy szupernő, máshogy gondolkodik,
máshogy viselkedik, és máshogy is fognak hozzá viszonyulni. Teljesen megváltozik az élete. 118-as. Mi a száma? Ez piszok eredeti. Már micsoda? Ez a mi a száma duma? Add a mobilod és megadom a számom. Hé, hey, biztos, hogy hozzám beszél? Ne rezelj be, nem harapod. Mi lenne, ha mindenem változtathatnál? Ez neked nagy előrelépést jelentene. Mik is a céljaid pontosan? Vágom ám. És igen, a modellkedés is egy lehetőség nekem. Én nem ilyen vagyok. Na. Anélkül, hogy bármin változtatnál. Nagyon megváltozott az életem. Nálad magabiztosabb nőt még nem láttam. Szerintem a legtöbb ember abszolút nincs tudatában, hogy mi benne az igazán vonzó. De te nem ilyen vagy. Nyújt csak egy bikini verseny! DJ, nyomast! Kapsz egy villantást arra, mi vár rád? Tisztában vagy a villantás fogalmával? Mert tök pucér vagy. Mi lenne, ha mindenen változtathatnál, anélkül, hogy bármit is megváltoztatnál? Ez a film mottoja szerintem nagyon elgondolkoztató. Ebben a filmben a főszereplőnek az életében egy dolog változik meg lényegében. A testképe, az önértékelése, ezáltal pedig a viselkedése. Hogyha szeretnéd, hogy az életedben minden megváltozzon, akkor lehet, hogy először nem a testsúlyodon kell dolgoznod, hanem az önértékeléseden. Neked milyen az önértékelésed? Az a tapasztalatom, hogy nagyon sok ember küzd alacsony önértékeléssel. És ez azért rossz, mert ha alacsony az önértékelésed, úgy is fogsz viselkedni. Így gondolkodsz magadról, és így is cselekszel. És más emberek ezt fogják látni. És ahogy te magadhoz viszonyulsz, úgy fognak hozzád is viszonyulni. És ez egy ördögi kör. Ha te leértékeled magad, más is le fog értékelni. De ha megváltozik az önértékelésed, megváltozhat az egész életed, akár a test súlyodtól függetlenül is. Nem azt akarom mondani, hogy nincs értelme a fogyásnak, akár a fogyás is hozzá segíthet, hogy az önbizalmat több legyen, de nem garantált. Lehet, hogy valaki szépen lefogy, de attól még nem biztos, hogy megváltozik a testképe, és nem biztos, hogy megváltozik az önértékelése. Lehet, hogy valaki egy kilót sem fogy, de az önértékelése jó, és értékeli a pozitív tulajdonságait, mert mindenkinek van, neked is vannak pozitív tulajdonságaid. Ne csak arra nézz, hogy mit nincs, ne csak azt nézz, hogy mit mutat a mérleg, vagy hogy milyen méretű ruhát kell venned a boltban. Nézz a jó tulajdonságaidra is, nézz az előnyös oldaladra, mindenkinek van, és lehet, hogy teltebb vagy. De tudd, hogy ennek is vannak előnyei. Például egy telt nőnek sokkal szebb az arca, hogy öregszik, nem lesz annyira ráncos. A vékonyabb emberek sokkal jobban ráncosodnak. A telt embereknek szebb marad az arca. Vagy lehet, hogy nem vagy olyan vékony, de kedves ember vagy, jó a humorérzéked, jó társaság vagy. Lehet, hogy segítőkész vagy, jó szívű. Lehet, hogy szuper jó vagy a munkádban, a szakmádban, nagyon jó vagy. Hát értékeld magad. Értékeld magadat a súlyodtól függetlenül, mert a te értékedet nem csupán a tested adja. Az igazi értéked az nem a kinézetedben van. És hogyha ezt meg tudnád látni magadban te is, mint a film főszereplője, meg tudnád látni a tükörben a jó tulajdonságaidat is, akkor arra már tudnál építkezni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogyha alacsony az önértékelésed, dolgozz rajta. Dolgozz rajta, mert az önértékelésed bizony kihatással van az egész életedre. Ugye? Ha megváltozik, az önértékelésed megváltozhat az egész életed.